A csalók közben ebben az időszakban még mindig sok helyen van disznóülés. Sidó Tamásnak, aki városunk egyik éttermében dolgozik szakácsként, ez adta az ötletet ahhoz, hogy egy disznótoros ételt készítsen. Ma készültem egy ilyen farsangi rakott káposztával, ez valójában disznótoros káposzta, meg ugye a rakott káposzta egy velege lesz, csak kicsit másképp találjuk ki, másképp készítjük el. Készítünk egy káposztás alapot, mindegy sima disznótoros, csak nem tesszük bele a húst, hanem a húst külön sütjük. A rizsből készítünk egy ilyen risottót a káposzta levével, a káposztát külön leszűrjük, és külön formázzuk rá a rizsre, és a húst is külön szépen rátálaljuk. A farsangi időszak egyik legnépszerűbb európai eseménye a velencei karnevál. Sok dunaszerdahelyi átélhette már az észak-olaszországi városban tapasztalható színes forgatagot. Köztük Klempa Gyöngyi is, aki szívesen elevenítette fel velencei élményeit, amelyekre egy maszk is emlékezteti. Főleg ez motivált, hogy igazi betekintést nyerni az igazi karneválra, és hát átélni azt az atmoszférát, amit egy ilyen gyönyörű városnak a látványa nyújt. A turisták százezrei látogatják a várost, a helyiek gyönyörű maszkokat öltnek, ruhákat, úszik a lagónákon a sok bárka, benne az emberek ünnepelnek, ugye bőt előtt az időszak azt jelenti, hogy most mindent szabad, éljünk, vigadjunk, mulassunk. Éjszaka közepén tüzet, mágiát gyújtanak, ott temetik a telet, és várják a tavaszt, a megújulást. Akik Dunaszerdahelyen szeretnék átélni a farsangi hangulatot, különféle rendezvények közül válogathatnak. Ezek közül az egyik a Városi Művelődési Központ farsangi játszóháza, ahol minden a gyerekekről szól. A gyerekeket arcfestéssel várjuk, aki jelmezben érkezik, kis ajándékot kap, készíthetnek papírból állarcot, egy bohóc papírdíszt és egy ilyen kis rongybabaszerű dolgot, szintén olyan bohócot. A gyerekek nagyon szeretnek akár az arcfestést, vagy bármi alá bújni, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű motivumokkal a gyerekeket meg tudjuk nyerni magunknak. Szeretnek kézműveskedni, főleg, hogyha a szülők otthon is picit foglalkoznak a gyerekekkel, az a tapasztalat, hogy akkor nagyon szeretnek, mert tudnak akkor a ceruzával, ollóval bánni, otthon nyírnak, ragasztnak, festnek, tehát az itt is meglátszik, hogy a kézügyesség és a rutin mit mutat. De van olyan család, olyan gyerek, a szülőket szépen az összes kézműves asztalt mindig végig csinálnak mindenféle dolgot, és mindenből visznek haza egy kis ajándékot. Az arcfestés és a kézműves foglalkozások mellett nem maradhatott el a kulturális műsor sem. Ezúttal az SNF téri és a Benedek Elek óvoda óvisait láthatta a közönség.